Sziasztok, én Dave vagyok, és ez itt egy Adobe After Effects tutorial lesz, amelyben megmutatom nektek, hogy hogyan is kell After Effects-ben audiós spektrumot készíteni egy zenéhez. Ez nem éppen egy bonyolult dolog, viszont hogyha az ember magát akar rájönni, akkor nem éppen egy egyszerű dolog. Viszont egy 10 perces tutorial keretében én megmutatom nektek, hogy hogyan is kell nagyon egyszerűen ezt megcsinálni. Aki nem tudná, hogy mi az az audio spektrum, vagy hogy mit fogunk majd kapni a 10 perces tutorial végén, akkor annak itt van, hogy mi lesz. Na szóval ezt fogom nektek bemutatni, hogy ilyet hogyan tudtok csinálni. Na akkor vágjunk is bele. Az első dolgunk az az, hogy File, New Project. Meg is van. Utána megkeressük az adott zenét, amire mi meg akarjuk csinálni az audio spektrumot, azt mi ide berakjuk. Én az intrónknak a zenét fogom használni, hát mert. Utána, ha ide beraktuk, akkor innen le kell húznunk ide, és már be is raktuk ide végül is a vágó felületre. Na, utána itt jobb klik, New Solid, vagy mi. Ezt mondjuk nevezzük el, úgyhogy egy Full HD-s méret, pixel, kocka, pixel. És zöld az jó lehet, úgyse lehet majd látni a hátteret. Na, ezek után Effect, Generate, Audio Spectrum, és itt már végül is meg is kaptuk az Audio Spectrumnak a helyét, hogyha itt oldalt erre rákattintunk, szépen be is tölti, és még nem látjuk, mivel itt ki kell választanunk, hogy melyik layer alapján készítse el a spektrumot. Kiválasztjuk itt az intro zenét, és már itt meg is jelentek a vonalak. Ezzel gyorsan betöltjük, és már látjuk is. Hát igen, még nem túl izgalmas, de ütemre mozog, az a lényeg. Picit halkabbra veszem, hogy meg egy. Na, ezután itt van rengeteg beállítani való dolog, amiket mindjárt is mondom, hogy mivel mit tudunk. Itt, hogy hol kezdődjön az eleje, ezt ide kitoltuk ugye a szélére, ez pedig a másik szélére. 1900-at kell oda beírni, mivel akkor ez a kis képnek a szélessége. Na ez a path, nem tudom mi. Nem is nagyon érdekel, tudom mi. Azt mondom, amit tudok, hogy mi. Meg ami lényeges, mert nem igazán vagyok tisztában még After Effect-tel. Start Frequency, meg End Frequency, ezzel nem kell itt nagyon foglalkozni. Na, amivel kell foglalkozni, az ez. Hogyha ezt mi itten húzogáljuk, akkor láthatjuk, hogy ott sokkal, de sokkal több ilyen kis vonalacska lesz. Minél nagyobb számot adunk meg. Ezt, hát igen, kecsegtetően hangzik, hogy minél magasabbra állítsuk, mert hát jó, így nem, de mondjuk így már eléggé jól néz ki. Így sokkal jobban, ugye, hát sokkal jobban néz ki. Viszont ezt minél nagyobbra állítsuk, annál több ideig fogja menteni nekünk a videót, és annál nagyobb lesz, ami azért nem mindegy. Nekem volt, hogy teleraktam minden effektel, full, nagyon jó nézett ki, egy 3 perc zene, viszont végül 2 óra volt, mire elkészítette, azt csak így néztem, hogy mi a franc. Szóval csínyen bánjunk itt a számokkal, mert utána kapunk majd egy eléggé nagy mentési időt, ezt nyugodtan hagyhatjuk 200-on. Utána itt van a magasság, ezt én 1000-re szoktam állítani, hogy ugye milyen magasra ugorjanak ki a csígok, az így végül is elég jó. Utána Audio Duration,
ez az, hogy mennyire rezegjen végül is. Minél kisebb az érték, annál jobban fog így rezegni. Így láthatjátok is, hogy sokkal jobban rezeg. Ezt én egy 70-re szoktam, szóval 90 ugye az alap, attól egy kicsikét jobban rezegjen, ugye azért jobban néz ki. Na, igen. Utána, audio offset, az maradjon nullán, nem igazán tudom a jelentőségét. Thickness, ez a, mennyire legyen, hát fényes végül is, szerintem ezt is hagyjuk 3-ason. Úgy a legjobb, talán még, hogyha halványabbra keret, akkor 2-esre még le lehet, de szerintem 3-ason hagyjátok. Softness. Ezt ha így rázumolok, akkor látjuk jobban. Ha lehúzom, akkor ilyen, így pedig egy kicsikét, hát homályosabb. Ezt szerintem hagyjuk 50-en, középúton, szerintem így inkább a jó. Színek, ezt természetesen ti döntitek el, hogy milyen színűt akartok. Nekem a legszimpatikusabb az kék és jó kis neonzöld. Haha, szeretjük. Na, egy kis álligatás után ilyet kaptunk. De viszont még itt nem vannak dolgok. Ezt itt én nem igazán tudom, hogy micsoda. Ezzel viszont, hogyha ezt itt csavargatjuk, akkor itt megy fel, hogy egyszeres, kétszeres, háromszoros, négyszeres, eléggé sokig. Ez az, hogy hány, nem tudom, végül is ilyen szivárvány legyen benne. Ezt is csavargathatjuk, mint az atom, kinek hogy tetszik. Nekem így azért annyira nem. Én nulla szorosan szoktam hagyni, és kb. Hoppá, hát így. Egy pici keverös legyen ott a közepébe. De az én már ne rózsaszín, hát igen, kb. Így egészen jól néz ki. Jól van, ez itt, hát nem tudom. Még valami változik, hogy úgy nagyjából mi. Azt nem igazán tudom. Szerintem hagyjuk így. Mindent. Igen. Szóval itt végül is ezekkel az állítgatásokkal meg is vagyunk. Most rakunk rá egy effektet, ami effekt, stylize és glove. Na, raktunk rá egy ragyogás effektet, ami azért jelentősen föl fogja javítani majd a szépségét. Ez itt, hogy mennyire legyen nekünk fényes, ha 100%-on szinte egyáltalán, és minél lentebb visszük, annál jobban, hát végül is ilyen. Hát igen, fényes. Ezt, hajjaj. Hát igen, most már ez jelentősen a ragyogás lassítja a mentést is, szóval a fájl méretét is növeli, jelentősen lassabban menti is, szóval aki nem akar hosszú mentési időt, az talán ezt még ki is hagyhatja, de hogyha nagyon szépet akarunk, akkor viszont kihagyhatatlan. Szóval, hogyha így lejátszuk már most szebb. Jó, nem kell. Ez, hogy mekkora legyen a ragyogásnak a kiterjedése, vagy egy fénylésnek, az legyen 100-as. Ez pedig, hogy mennyire legyen intenzív, ez legyen egy 2-es. Most, ha megint csak lejátszuk, már azért láthatjuk ott körülötte a szép kis ragyogást, ami azért eléggé szép, de viszont már láthatjuk, hogy nagyon lassan tölti be ugye itt a videót a lejátszáshoz. Mivel sok rajta az effekt megtelepakolhatjuk, vagyis hogy telepakolhatjátok fel sok effekttel, viszont gép kell hozzá. Na hát itt nem kell nagyon álligatni, ami mi itt is ugye rakhatunk bele ilyen szivárványt, végül is nem igazán kell szerintem. Itt még a fontos az talán szín. Én egy ilyen zöldes, fehéres ragyogást szoktam rárakni. Mivel a zöld a kedvenc színem, ezért már hát ragyogás is legyen zöld. Aztán ezzel végül is így készen is vagyunk. Már ez így végül is magában eléggé jól néz ki. De legalábbis hát még annyira nem néz ki jól, de megfelel a célnak. Na de mi nekünk nem csak megfelelő kell, hanem gyönyörű is.
Na, a következő dolgunk az, hogy ezt a spektrumot mi megduplikáljuk, szóval kettőt csinálunk belőle. Ezt a Ctrl és D megnyomásával tudjuk megcsinálni, vagy Edit Duplicate, erre, ha rákattintunk, akkor megduplázza. Így most már kettő van. Ezeket nem mozgassuk el, lehetőleg, mert itt belelépünk a kettesbe, és itt átállítsuk analog docra. Ezek itt mindjárt meglátjátok, hogy mire jó. A benzet fel kell állítani 500-ra kb. És a magasságot pedig 1700-ra. És már láthatjátok is, hogy mi történt. Kaptunk végül is köré egy ilyen, hát nem is tudom, ilyen aura szerűséget, ami azért nagyon sokat dob a kinézésén. Ha is játszok, akkor hát igen, azért sokkal jobb. Igen, szóval ezzel is meg vagyunk. Még itten, hogyha visszajönk az egyesbe, akkor itt ugye a digitálnál még van olyan analog liens. Ez hát ilyen, mint a amikor a pulzust jelzi ki végül is az a bizonyos gép, akkor hát ilyen hullámos szar. Na mindegy. Na, hagyjuk csak digitálon. Igen, szóval ez így végül is már hoppácska. Így már végül is egészen jól néz ki. Hagyj töltsön egy kicsikét, nézzünk meg nagyobb részletet is belőle. Na, gyorsan be is töltöttem a feléig. Na, hát igen, egészen jól néz ki. Viszont még jobban tudunk turbózni a kinézetén. Először is az a dolgunk, hogy a Ctrl lenyomásával, nyomvatartásával itt kijelezzük mind a hármat. Azután Layer, Precompositive, vagy mi a válat. És itt adunk neki mondjuk egy nevet, hogy Movie, mit tudom, én csak beírtam valamit. Na. Most ez végül is becsomagolta azokat a darabokat, hogyha rákattintunk kétszer, akkor itt már ki is adja, hogy mi a tartalma. Itt van, hogy maga az alap, és hogy a movie-n belül mi található. Na, ez nekünk azért volt jó, mivel kiválasztok ezt a movie-t, és így Ctrl-D lenyomásával megduplikáljuk, így kettő lesz, szóval amit megduplikáltunk, abba is ugyanaz lesz, ugyanazok a beállításokkal. Na. Itt bekapcsoljuk ezt. És utána szépen megfogjuk az egyeset, azt ide húzzuk, megpróbáljuk ide beéleszteni középpontba, hogy pont középen legyen, hogy nagyjából. Ajaj, már a sok effektől eléggé lassú gépem. Hát így nagyjából. Utána meg megfogjuk a ketteset. Itt fönt erre a forgatásra rámegyünk, szépen átfordítjuk, ha a shiftet megnyomjuk, akkor beállítja nekünk vízszintes állapotba. Ha jól látom, most úgy is van. Ha csak nem fordítva raktam be. Nem raktam be fordítva, jól van. Utána rázom magam megint, itt a két száját összeillesszük. Hát szerintem jó lesz. Na és már készen is vagyunk, és ha most megnézzük, na be is töltött, nézzük is meg. Na, egész jó lett. Hogyha hátteret szeretnénk berakni mögé, nem azt a feketét, akkor csak annyi dolgunk, hogy ide projectbe behúzunk bármilyen hátteret. Így, utána azt ide lehúzzuk a legtetejére. Vagyis a legaljára. Mert ugye, hogy a háttér legyen rajta az audio spektrum, mert hogyha így rakom, akkor ugye a audio spektrumon van rajta a háttér, és hát így ugye átakarja a spektrumot. Na, szóval így kell rakni. Akkor ugye már ott is van a hátterünk, és hát így végül is ugyanaz.
csak így viszont ragyogáson annyira nem igazán látszik, ezért sokkal gyorsabban tört. Na, ezek után már csak annyi a dolgunk, hogy elmentsük, amit a Composition fölön belül tudunk megtenni, a Make Movie menüpont van. Itt, ha erre kattintunk, itt be tudjuk állítani a minőséget. Itt ebben most nem akarok nagyon belemenni. Én Avibba szoktam elmenteni, itt ezt ugyebár be kell pipálni, hogy a hanganyagot is mentse el vele, mert ha ezt nem pipálnánk be, akkor itt csak kép lenne, hang nem. És hát a zene az eléggé fontos. Audio spektrumnál itt Resize, itt át tudjuk állítani ugye mondjuk HD felbontásra, hogy lekonvertálja HD méretben, nem, hogyha nem kell Full HD. Az is mondjuk eléggé ajánlatos, mert az is csökkenti a méretét meg a renderelési időt. Vagyis mentési időt. És meg itt lehet formátumokkal babrálni meg minden, ebbe nem akarok belemenni. Ezeket így kiválasztgattuk. Mármint igen. És utána már csak annyi a dolgunk, hogy arra kattintsunk, hogy render. És már el is kezdte nekünk itten menteni a dolgot. Na hát remélem hasznos volt nektek ez a tutoriál. Eléggé be voltam lassúva alatt, amivel álmos vagyok, péntek van, minden bajom van, de azért remélem, hogy nyomon követhető volt, amit mutattam. Na szóval, hát sok szerencsét audio spektrum készítéshez. Szóval én D voltam, sziasztok!